Mai útunk Magyarország első fővárosába vezetett, és hát annak is igyekszünk a legkülönlegesebb pontjait megmutatni, és egy olyan házba, egy olyan helyre érkeztünk most, amit valószínűleg nagyon sokan nem ismernek, de a lehetőség adott, hogy eljöjjönek és megnézzék közelebbről is Babits házát. Ez még inkább igaz, hiszen innen nyílik az egyik legszebb kilátás Esztergom városára és a környező vidékekre is. Babits talán pont emiatt vásárolta meg itt az Előhegyen ezt a pici présházat, és ahogy pénz került a házhoz, bővítették, szépítették, több esztergomi barát is segítkezett ebben, úgyhogy amit most látunk, az egy hosszadalmas építkezésnek az eredménye volt. Hát mondjuk, hogyha ezt a kilátást nézem, és ezt a helyszínt nézem, akkor mondjuk iklet az egészen biztos, hogy innen volt, és mondjuk ez adott elég erőt, hogy ikletet merítsen, és ugye ő itt is dolgozott. Igen, 1924-től majdnem egy könyvnyire való vers és esszé született itt, amelyek nagyon emblematikussá, nagyon jellegzetessé varázsolták Esztergomot az ő alkotásaiban. 1924-ben írta meg a Dal az esztergomi bazilikáról című verset, ahol egy nagyon szép sor hangzik el, hogy innen Esztergomból kinyúlhat égig a lélek. Ez egyébként tényleg így van, és már azt jó hallani, ahogy a kollégák és mi is, ahogy lépünk, és ahogy nyikorog a padló, tehát hogy itt volt konkrétan az az asztal, az a szék, az az írógép, amin ő dolgozott. Mi az, ami tényleg eredeti, és abból az időből való itt a Kispressházban? De a felesége Török Szofi rengeteg fotót készített, úgyhogy nagyon pontosan tudjuk rekonstruálni. Bútortárgyak közül néhány a budapesti otthonukból származik, néhány pedig korabeli. És így a hangulatot, ami a 20-as, 30-as években itt jellemző volt, igazi interiőr hangulatot, tehát annak a részeseivé válunk mi is. Ez olyannyira, hogy például a falminták, a festések, tehát hogy ez például ez volt eredetiben? Igen, ezt a 30-as években készítették el, és a feliratokat Babits kérésére, például Horáciusztól, non ebur, neque aureum, elgondolkodunk, mire utalhat, sem elefántcsont, sem arany, és a fal másik oldalán is olvasható, azt nyáron nyugovást és szép csendességet. És hát mivel Babits tanárember volt, szerette megkérdezni az idejövő, hát rangos művészek voltak, hogy kiktől származnak az idézetek, egyetlen egy teli találat született Cervantaltól, aki rögtön megmondta a belső idézetnek a forrását, hogy Szigeti Veszedelemből származik. Hanyadik sor. Tehát egy jellegzetes szoba, jellegzetes ágya, jellegzetes fotókkal, és ezek mind akkor készültek. Igen, Marcsa Alajos nagyon híres esztergomi fotóművésztől származik a ma ismert Babitsról az utolsó fotója, hiszen két nappal a halála előtt innen szállították fel Budapestre, a Siesta Szanatóriumban, mai Kéggolyó utca egyébként ott hunyt el. És akkor már is átjövünk egy másik szobába, és hát majd nézzék el azt a nézők, hogy nyilván a fényviszonyok itt már nem olyan jók, de hát nem is az a cél, hogy mást mutassunk, mint ami, hanem azt, amilyen az eredeti Babitsház. Ez egy ilyen nappali szerűség? Ez volt az ebédlőjük, és a falon látható egy olyan fotó, amelyből a belső építészünk Ágoston István centiméterre levette az ebédlőnek az arányait, és ezt a sarokbeülőt, tehát ez 10 évvel ezelőtt került ide, de a korabeli fotó alapján, amely olyan jó minőségű volt, szekszárdi gyűjteményből származik egyébként, hogy fel lehetett nagyítani a fotót, és el tudtam olvasni a könyvek gerincén lévő feliratot, nem a magas irodalomból származik, hanem pont azt mutatja, hogy itt nyáron pihentek, felszabadultak, és hát az Est-3-as könyvei biztos itt voltak a befőttek mellett. És akkor van egy nagyon különleges szobánk, szerintem én előre is engednek, Franciska, nyugodtan, úgyhogy megyek is utánad. Szerintem mindenkinek mindig mi van az emeleten és mi van a titkos szobában, ez a leglényegesebb. És hát ugye megérkeztünk most egy olyan helyszínre, ami megint csak különleges, mert hogy ez egy kimondott női szakasz és női rész. Török Szofi maga is alkotott, írt verseket, és regényterven is dolgozott itt. Pont arra volt alkalmas, hogy elvonulhatott, és a korabeli dolgozó asztala fotók őrzik, hogy nézett ki. Ott írógéppel dolgozott, olvasott, és hát mivel árnyképeket is készített itt a Hoffmann Edith művészettörténész róluk, ezért hozzá kapcsoltuk a nyugatosokról és a korabeli művészekről készült árnyképeket,
amelyek nagyon jól jellemzik a szerzőknek, a művészeknek a karakterét. A végére pedig a legfontosabbat hagytuk, hogy hogy és milyen formában lehet ide eljönni. Rassan egy szezon végén vagyunk, de azért ez ne akadályozzon meg senkit, hiszen hogyha a történelmi sétára indulnak Esztergomban, akkor a Babits séta is a túrának egy része, és ugye attól függetlenül, hogy lezárul egy szezon, azért lehet ide jelentkezni. Igen, jelenleg a Babits Mihály Emlékház a Balassa Bálint Múzeumhoz tartozik, tehát bennünket elérhetnek ebben a múzeumban, és ott az elérhetőségeinken, ha valaki szeretne jönni, akkor örömmel megnyitjuk csoporttal, vagy egyéni látogatóknak is szívesen ajánljuk. Hát remélem, hogy kedvet csináltunk hozzá, hogy Esztergomba, hogyha eljönnek, akkor elsőként mindenképpen nézzék meg a Babits házat, és hogyha főleg ilyen jó történetekkel és ilyen ízes sztorikat kapnak mellé, akkor egészen biztos, hogy még izgalmasabb lesz, de hogy mi mindent érdemes még Esztergomban megnézni, azt mutatjuk. Esztergomi sétánkat a Babits ház után hol máshol is folytathatnánk tovább, mint a Bazilikánál és környékénél. És azért is jöttünk erre a helyre, és választottuk ezt a helyet, mert aki eljön Esztergomba, az bizony részt vehet esztergomi sétákon, ahol mondjuk olyan helyekről tudhat meg információkat, érdekességeket, amit valószínűleg eddig még nem is tudott. Nagy valószínűséggel, igen. Babits Mihály 1925-ben a Magyarország című folyóiratban ír le egy esztergomi sétát, kvázi idegenvezetőként szerepel, és egyébként mindaddig, amíg Esztergomban töltötte a nyarait, minden vendégét fülönfogta és fölhozta ide az esztergomi várhegyre. De jól tette. Két ok miatt, ugye egyszer írja egyik versében, hogy két szarvú tornyával a Bölcs Bazilika, ugye föntről a Babits háztól ezt láttuk, igen, mi is. Másrészt pedig így vezette föl ezeket a sétákat, hogy itt a magyar Róma. Mi ennek az oka? Ugye hét dombra települt Róma városa mellett, Esztergom a várhegye mellett még hat domb veszi körbe az esztergomi medencét, és ezt erre a gondolatra ő jutott, hogy jé, tényleg ez hét a várhegyel együtt, akkor ez itt a magyar Róma. Tehát akkor mi is fülöncsípjük most az érdeklődőket és a turistákat, és elvisszük őket ezen az útvonalon? Igen, gyakorlatilag az a séta, amely innét a vár lábától nagyjából a Balassa szobor magasságából indul. Ide jövünk föl a várhegyre, és persze sétálunk egyet az érseki vízivárosban is, hiszen ez itt így együtt a nemzeti emlékhely, a nemzeti örökség része. Igen, azt és már Babits, láttam is kis táblán kitéve. Így van, és Babits ezen a terepszakaszon vezette végig a vendégeit, és ugye a panoráma falat, ha olvassuk, akkor elég szép az a lista. Nos, hát a Királyi Vár udvarára sétáltunk be, amelyről kevesen tudják, mert hogy történelmi ismereteink az oktatás kapcsán sem lehetnek teljes körűek, hogy Szent Istvántól IV. Béla királyig 23 árpádházi uralkodónkból 20 tartotta Esztergomban a hivatalos királyi székhelyet. IV. Béla az, aki a tatárjárás után nem mindjárt 1242 után, hanem hivatalosan, és ennek a dokumentációja a Prímási Levéltárban meg is található, azt is megmutatta egyébként Babits Mihály. Nagyon alapos illő, volt. Illően. És arra alkalmas vendégeknek, hogy 1256-ban ajándékozza el csak IV. Béla király. Tehát a mongol invázió tatárjárásnak hívjuk, ugye csak 14 évvel dönti el lényegében IV. Béla, hogy Budára helyezi át a hivatalos főhelyét, szándékosan nem fővárost mondtam Esztergom kapcsán sem. 14 év, 1256 decemberében állítja ki azt az adománylevelet, ma ajándékozási szerződésnek hívnánk. Tehát 14 évig gondolkodik, hogy itt hagyja el Esztergomot, és engedi át ezt a korábbi árpádházi királyi palotát az esztergomi érsekségnek, amelyet aztán utána már reneszánszba építenek, nem is akárkik, Vitéz János, Bakócz Tamás, korábban Esztei Hipolit esztergomi érsek, tehát itt olyan történelem szakad az ember nyakába. Hogy szinte alig lehet feldolgozni, plusz még az a látvány, amit kap az ember. Így van, tehát az egyik legfotogénebb városa Magyarországnak éppen Esztergom, a Pilis-hegység, a Duna,
a Dunakanyar nyugati kapuja, tulajdonképpen a Dunakanyar nyugati kapuja vagyunk, és hát a Duna balparti táj, a Kisalföld Duna balparti táj a földrajzi értelemben, térképen esetleg Magyarországon is olvasható térképeken másként hívják, de ez itt a Kisalföld Duna balparti tája. Mikor vannak ezek a séták? Mert hogy bízom abban, hogy sokan kedvet kaptak ehhez, és ezt egy kibővített változatban is szívesen végigjárnák, és szívesen meghallgatnák. A séta minden szombaton indul, mint említettem itt a Várhegylábánál, a bibliotéka a Főszékesegyházi Könyvtár sarkától. Vízivároson sétálunk végig, vagy éppen direktbe jövünk ide fel, attól függ éppen milyen kedvünk van. És hát itt tényleg az Árpád-korral, a reneszánszal és egyfajta magyar tragédiával is találkozhatunk, mert ez a város szívta meg legjobban, mondhatnánk, ugye mai szóhasználattal, a legtöbb török pusztító ostrom Esztergom várát éri. Erről is szó esik ezen séták során, és ez körülbelül 2-2,5 óra, úgyhogy meg lehet ebédelni itt mindjárt rögtön a várban, vagy az Árhegy környékén, az olcsóbb és drágább éttermekben. Hát akkor azt hiszem, hogy nincs más dolguk, csak mint hogy egy kellemes hétvégét szervezzenek ide Esztergomba, és ne ijedjenek meg az időjárástól, hiszen a látvány és a történelmi háttér, higgyék el, minden pótolni fog. Ha már eljöttünk Esztergomba és megnéztük a bazilikát, akkor egyszerűen csak annyi a dolgunk, hogy beszálljunk a panoráma liftbe, és megérkezzünk ebbe a központba, ami tulajdonképpen egy turisztikai és borkulturális központ. Hát azért nem sok ilyen van az országban. Az biztos. Itt a környéken se, de ahogy mondod, szerintem az országban se elég összetett helyről beszélhetünk. Egyrészt nagyon különleges és gyönyörű már önmagában, és számos funkciója van, ahol most állunk, az éppen egy à la carte étteremként működő egység. Ha kicsit tovább megyünk, akkor pedig mutatom a pincerendszer további részeit. Akkor azt gondolom, hogy menjünk is tovább mindenféleképpen, mert ahogy jól mondtad, egy pincerendszer tulajdonképpen az egész ide épült, egy bor alagút az, ami várja itt az érdeklődőket, mert hogy azért a vándor is megszomjazik itt a nagy esztergomi kirándulás során, és mondjuk nem árt, hogyha jó bort elfogyaszt. Itt abból viszont nincs hiány, mert kiállítás is van. Így van, ahova most tartunk, az a Barkóczi Boralagút elnevezésű helyünk. Hamarosan látni fogjuk, hogy tényleg egy alagút-szerű építmény. Korábban funkciója volt egyébként ennek a térnek, hogy a két városrészt összekötötte, még a pincerendszer kezdetekor, az építésekor ez egy fő szempont volt. Mára pedig ezt a funkciót kapta, hogy a Kárpát-medence borvidékeit igyekszünk bemutatni, szöveges formában is, a tájegységekre leginkább jellemző adottságokat, és nyilván a borokat is, és nem csak a szemnek, hanem a szájnak is. Több mint 100 féle bort. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy ez körülbelül hányféle. Hát 100 féle, mert azt jelenti, hogy nem egyszer, nem kétszer kell eljönni, és igen. Így akkor végig lehet kóstolni. Igen. Még aki nagyon jól bírja a bort, talán annak is többször kell ide eljönnie, hogy mindent meg tudjon kóstolni. Ti egyébként most készültetek egy kis kóstolóval, ami nem véletlen, hiszen nagyon nagy hangsúlyt fektettek, talán azt mondhatom bátran, hogy most már az országban nagyon sokan, hogy a helyieket is bemutassátok, és hogy a helyi különlegességeket is meg lehessen kóstolni. Így van, ez az étterem filozófiájában is fontos, igyekszünk helyi környékbeli alapanyagokkal dolgozni, kézműves termékekkel, és fontos a szezonalitás is. Tehát azért nálunk egy évben 3-4-szer cserélődik az étlap. Ez a kis sajtál, amivel most készültünk, szintén helyi termelők
sajtjait tartalmazza. Rétki Gábor, illetve Hámori Áron termékeit kóstolhatjuk. A helyi az mit jelent? Mennyire helyi, hát, vagy inkább kistérségi? Az egyik nagyon helyi, tehát Hámori Áron kecske sajtja, ez a kamember típusú sajt, ő egészen helyi, tehát innen Esztergomból, a Galagonyatanyáról érkezik a sajt. A másik az pedig körülbelül egy ilyen 10-15 kilométerrel távolabb, Pilismarótról Rétki Gábor tehén sajtjai különböző érlelési idővel. És a borok is ugyanígy, ugyanilyen helyiektől való? Igen, az a kettő, amivel most készültünk, környékbeli, úgy mondanám. Egészen helyit nem találunk. Az egyik bor, amit kóstolni fogunk, az egy zöld veltellini. Hogy mindenképpen azért mutassuk meg, hogy ezek milyen borok. Ez a zöld veltellini a Szívek pincészettől származik, ők Kesztölcön készítik ezt a bort róluk. Mindenképpen érdemes tudni, hogy ez abszolút egy családi borászat. Az édesapjuk után most már egy testvérpár végzi a munka oroszlán részét. Teljes mértékben kézműves és biogazdálkodásról beszélhetünk. Ők szintén körülbelül egy ilyen 15-20 kilométeres távolságban találhatók. Lehet ezt számszerűsíteni, hogy akkor így mondom, hogy környékbeli, hogy hány környékbeli termelőt fogtok így össze, akár a sajtok és akár a borok terén, amit itt az érdeklődők meg tudnak? Satzper kb. Hát Satzper kb. Szerintem azért egy ilyen jó 10-15 termelővel dolgozunk együtt, és hát ez nyilván termékkörönként eltérő, tehát akár bor, sajt, húsféle, stb. Azért erre próbálunk törekedni. Tehát akkor érdemes mondjuk egy esztergomi kirándulást mondjuk itt zárni, igen, és aztán mondjuk egy jó borkóstolóval megismerkedni, nem csak a környék boraival, hanem magával, ezzel a bor alagúttal is. Hát akkor szerintem kóstoljuk meg. Kóstoljuk egészségünkre. Hát én csak azt tudom ajánlani, hogy kóstolják meg. És hogyha már bor, akkor szerintem menjünk is tovább, mert hogy Esztergom egy fantasztikus rendezvénnyel készül a hétvégére, amelynek egyik nagy-nagy főszereplője a bor lesz, úgyhogy most megyünk a helyszínre. Azt hiszem, hogy az előzőekben már elég tippet adtunk ahhoz, hogy hogyan lehet akár több napot is eltölteni itt Esztergomban, illetve hogy mivel, de hogy ha még nem késtek le semmiről, akkor a hétvégét már most meg lehet tervezni, mert hogy a borkóstolás után nem csak nekünk, hanem mindenkinek van lehetősége nagyon finom borokat kóstolni a hétvégén, méghozzá a Borhíd rendezvényén, szintén Esztergomban. Ez pontosan így van. Idén 8. alkalommal rendezzük meg a Borhíd Fesztivál és borünnepet, amit... Hát azt kell mondjam, majdnem 10 éve azért találtuk ki, mert itt az országban szétnéztünk, és mindenhol a hagyományőrzők kapcsolódtak a borfesztiválokhoz, mi meg szerettünk volna valami újat adni. Szeretnénk a fiatalabb korosztálya megismertetni a bor kultúrát, a bor fogyasztást, és arra gondoltunk, hogy underground és a bor. Ebből alakult a Borhíd. Ez mondjuk merész vállalkozási. Igen, igen, így is indultunk. Az idei év az első, amiben lazítottunk először. Itt már nem csak underground fellépők vannak, hanem próbáltunk hozni klasszikusokat, illetve olyan zenekarokat, akik vagy már nagyon nagy sikert alattak Esztergomban, vagy még egyáltalán nem voltak élő koncerten. És szeretik a bort. Pontosan. Pénteken fellép a Lord, aki eddig csak klub fellépést csinált Esztergomban, és ez lesz itt talán az első ilyen élő koncertjük az elmúlt 10 évben. Pénteken, vagy ez van szombaton. Pénteken, szombaton már nagy zenekarként Szeán és a Hooligans lesz, vasárnap pedig a Konyha és Kelemen Kabáttal zárjuk a fesztivált. Mondjuk elég változatos a program, és elég sokrétű, és emellett ugye számtalan borászat is megjelenik. Most egyébként még csak az előkészületeket látjuk, eznek azok az előkészületek, hogy már ugye pénteken itt már minden teljesen flottul működni fog. Ez egész pontosan így van. 16 borászat van jelenleg a borfesztiválon. Ezzel azt mondhatom bátran, hogy lefedjük Magyarország teljes borvidékeit, tehát minden borvidék szinte képviselteti magát nálunk. A helyiek itt is külön azért erősen figyelmet kapnak? Vagy illetve azt mondanám, hogy a környékbeliek? A környékből 2 borászat jelenik meg nálunk.
Az összes többi vagy más bor rendezvényre megy, vagy pedig, hogy nem tudom miért nem jön, de mindegy, a lényeg, hogy ez fura dolog nálunk. Akkor ez egy felhívás inkább, nekik is, hogy lehet igen, jönni, pontosan. Mondjuk így. A környékbeliek nem ide jönnek, hanem ők inkább elmennek messzebb megmutatni a saját régiónkat, mert valószínűleg itt már mindenki ismeri. Viszont aki meg itt van, ő meg nincs olyan rendezvényünk, amelyik ennél jelenne meg. Tehát nekik nagyon bejön. Most kérdezném azt, hogy miért pont ez a fesztiválnak a helyszíne, a borkóstolónak és a borrendezvények, de egyébként ahogy szétnézek, azt mondom, hogy teljesen egyértelmű. Ez pontosan igen. Szerintem nincs miről beszélnünk. Ennek ez este, amikor megvilágításra kerül maga a vár, alatta a színpad, a tér megtelik emberekkel. A legutóbbi Borhíd Fesztiválon tavaly évben 32-33 ezer ember fordult meg így a 3 nap alatt. Úgyhogy elég jelentős rendezvényé nőtte ki magát. És hát ugye egy újdonsággal is szolgál most a fesztivál méghozzá. Pontosan. Aki, ugye? Hát de ne én mondjam. Nem csak közúton tudják most már megközelíteni a rendezvényünket, hanem séta vagy szárnyas hajón Budapestről hozzák, viszik az embereket, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel. Tehát akkor nem kell azon gondolkodni, hogy ki lesz a sofőr, és hogy most az idén ki fogyaszt és ki nem, és nem kell majd találgatni, hogy jövőre majd akkor ki fog vezetni, hanem egyszerűen csak hajóval kell jönni, és azt hiszem, hogy az is egy nagyon kellemes sétahajókázás lesz. Tehát holnap, azaz pénteken megnyitja a kapuját a Borhíd itt Esztergomban. Azt hiszem, hogy csináltunk kedvet nem csak ehhez a hétvégéhez, hanem Esztergomhoz is. Nézzék meg, jöjjenek el, szervezzenek ide akár több napos kirándulást is. Szerintem érdemes.